Mit fogunk ma megkóstolni? Nagyon-nagyon régi ételt fog nekünk megmutatni, különleges vacsorát fog nekünk készíteni. Honnan származik ez a recept? Hogy találtad ki? Elkészült ez a finom étel. Jó ételt hozzá! Nyíriné Csernák Éva vendégei vagyunk ma, és káposztát fogunk főzni. Milyen káposzta lesz az Évi? Paradicsomos töltött káposzta. Honnan származik ez a recept? Apósom csinált, amivel Szatmár csekei, én onnan tanultam meg ezt a receptet. Akkor ez annyiban különbözik az itteni töltött káposztától, hogy itt paradicsom is kell hozzá, ez gondolom házi paradicsom, igen, saját igen. Eltevés? Igen, minden évben, ha sikerül, minden évben elteszünk. És az édes, vagy inkább savanykás, vagy sós, milyen a paradicsomlé? Inkább édeskés, nem teszünk bele annyit sót. Uh-huh. Sót már csak akkor, ha főzzük az ételt, amiben tesszük a paradicsomlét. És akkor hogy fog kinézni ez a töltött káposzta? Olyasmi, mint a töltött paprika, ilyen paradicsomos szószban? Így van. Ugye a húst befűszerezzük, megcsináljuk, a rizs bele, esetleg tojást, egyet-kettőt, attól függ mennyi a hús. Uh-huh. És ha már bekevertük, a káposzta leveleket egy kicsit megpároljuk, hogy puha legyen, és abba töltjük bele a húst, és szépen a lábas aljjal elrakjuk. Amiben abálódott a káposzta, azt a vizet ráöntjük a töltelékre, és ha már félig megfőlt, akkor töltjük rá a paradicsomot, uh-huh. Paradicsomlét. Körülbelül mennyi idő alatt lesz kész ez az étel? Körülbelül 2 óra, mire úgy teljesen megfőlt. Na, hát akkor kezdjünk hozzá, és mérjük az időt. Hajrá! Fölraktam a káposztát egy kicsit párolni, mivel egy kicsit meg kell, hogy puhuljon. És az sima vízbe? Sima vízbe, igen, de van, aki tesz bele sót, én nem. És a hagymát is fölrakom. Ha megvan puhulva egy kicsit a káposzta, így szépen le tudom szedni, és még hagyom egy kicsit a vízbe még jobban megpuhulni. Egy kicsit belenyomkodom, hogy érje a víz, és könnyebben megpuhul. Megpuhítottuk egy kicsit a káposztaleveleket, ezt a vastag részét középen ebből leszedünk, mert nehezebben tudjuk feltekerni. Egy kicsit forró még. Vágok egy kis káposztát a lábosom aljába, hogy ne a gombóc égjen oda, ha véletlenül itt hagyjuk a gázon. Szépen szétterítjük, és erre mehet a gombócra. Beletesszük az adalékokat a húsba. Belekerül a tojás, egy kis só, akkor piros paprika, egy kis kömény, nem is kell sok bele. Teszünk egy kis borst, őrölt borst, azt lehet egy kicsit többet, egy kicsit csípős legyen. És akkor megvagyunk, beletesszük a rizst. Beletesszük a dinsztelt hagymát is, egy kis olajjal együtt, nem baj, ha meleg. Akkor most betekerem a gombócokat ebbe a káposztalevélbe. Szépen megforgatom, körülbelül egyformán legyen a levélbe. Két oldalt szépen belehajtom, hogy ne essen ki a hús, és lerakom a lábosba. Ha készen vannak a gombócok, akkor még a tetejére még vágunk egy kis káposztát, ami megmaradt. Hogy miért, azt nem tudom. Én itt tanultam. És ha ezzel megvagyunk, akkor amiben fölt a káposzta fej, vagyis puhult, abból a léből öntünk annyit, hogy ellepje a gombócokat. A káposztát, ha már így készen van, akkor fölrakjuk főni, és körülbelül egy olyan másfél óra főzési idő kell neki, hogy majdnem, hogy megpuhuljon a rizs benne. Utána pedig ráöntjük a paradicsomlét, és ezzel rottyan egy keveset, és készen van. Évi, elkészült a
finom szatmári káposzta. Igen. Én egy kicsit paradicsomosabbra gondoltam, azt gondoltam, hogy ugyan nagyon-nagyon paradicsomos lesz. De az úgy gondolom nem az igazi, nem, akkor mégsem. Nem. Elég, ha csak van benne, az íze benne legyen. Aha. Nem jó az, ha túl sok a paradicsom benne. És a gombócok nagysága az számít? Mert említetted, hogy eredetileg esetleg szőlőlevélbe is gombócoltak. Igen, a szőlőlevélbe akkor gombócolnak, hogyha nincsen káposzta. Uh-huh. És de akkor gondolom kisebb. Igen, akkor kisebbek. Hát mint a hüvelyk új nagyság körülbelül akkorát szoktak tekerni, de én akkorát nem tudok, nekem az nagyon kicsi. Mikor szoktátok készíteni ezt az ételt? Ünnepek alkalmával, vagy amikor sokan összejönnek amikor, a családban? Amikor idő van hozzá, mert azért nem egy délutános dolog ez. Ha munkából hazajövök 3 után, akkor már nem igazán. Hétvégenként esetleg, ha reggeltől nekiáll az ember, akkor azt mondom, hogy 2-re készen van. És mikor van időd a hagyományokat őrizni? Mert én úgy tudom, hogy te tagja vagy a Rosmarin csoportnak. Igen, is. Igen, hát ugye 2 között. 2 között. Az éneklésen kívül esetleg ott beszélgettek receptekről, vagy régi ételekről, hogy mit főztek régen az idősebbek? Igen, igen. Beszélgetünk arról is, vagy pedig átadjuk egymásnak a recepteket. Uh-huh. Ki mit sütött, akkor én azt kérem, ha én sütök, akkor hozok. És ha valakinek ízlik valamelyik, akkor persze a receptet elkérjük. Uh-huh. És akkor megkóstolja mindenki. Igen. Hogy ilyen kopott vole, lopkán advere, spízs mi lácsi csújes, csitim nyanye milújes, ott vor mi dvere. Csibisz pala, nyesz pala, ajtag nyesz anyem, ízd Janko odveri, povedz tvojej matyeri, tvoja ne budem. Ídz, Janko, odveri, povedz tvojej matyeri, tvoja ne budem. Ehhez a káposztához mondjuk kenyeret szoktatok kínálni? Vagy kenyérre leszitek, vagy így magában? Kenyér nélkül. Kenyér nélkül. Hidegen, melegen, mindegy, hogy milyen állapotban van. Ha a gázon marad, teljesen mindegy, hogyha hideg, jövünk, megyünk, egy tányérral mindig kiszedünk belőle is. Eszünk. És ha elfogy a gombóc belőle? Ha elfogy a gombóc belőle, akkor én magamnak paradicsomos káposztát szoktam csinálni. De azt csak én eszem, mert a többiek nem szeretik. Na jó, hát akkor köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk ezt a receptet, és jó étvágyat kívánunk hozzá. Én is köszönöm, remélem jól sikerült.